A játék összeköt. A Szerencsejáték ZRT és Újpest önkormányzatának együttműködésében egy olyan befogadó játszótér valósult meg a lóversenytéren, amelyet az ÉP és a fogyatékkal élő gyermekek egyaránt használhatnak. Október 3-án nyitotta meg kapuit a Szerencsejáték ZRT új befogadó játszótere. A lóversenytéren helyet kapó Kincses-sziget elnevezésű játszóteret úgy alakították ki, hogy megteremthesse a közös játék örömét az ÉP és a fogyatékossággal élő gyermekek számára egyaránt. A Játék Összeköt program új létesítményét Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatója, valamint Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere adta át az újpesti gyermekek számára. A sajtótájékoztatón Bánhegyi Zsófia elmondta, hogy a Nemzeti Lottó Társaság szívügyének tekinti a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját, ezért állt az Európai Lottószövetség által indított kezdeményezés élére. Ennek értelmében a cég a közép-kelet-európai régióban elsőként vállalta, hogy a nagykarácsony nevet viselő sorsjegy bevételének egy részét befogadó játszóterek építésére fordítja. Eddig 8 játszóteret valósítottunk meg, illetőleg valósítunk meg idén, és igyekeztünk országosan kiválasztani a helyszíneket, így idén az 5 játszótér 2 vidéken és 3 Budapesten valósult meg. És hogy választottuk a negyedik kerületet? Nagyon fontos az önkormányzat hozzáállása. A negyedik kerület biztosította számunkra a területet, és végig szakmailag együttműködött, a szakértőik segítették a munkánkat, és kifejezett kérés volt, hogy egy meglévő játszóteret alakítsunk át, így megőriztük az elemeit, felújítottuk, terepet rendeztünk, és új, úgynevezett inkluzív befogadó játékokat helyeztünk el. Újpest egy erős, összetartó közösség, amely odafigyel társaira, a közösség tagjaira, legyenek épek vagy fogyatékossággal élők, gyermekek vagy felnőttek. Erről Wintermantel Zsolt beszélt a sajtótájékoztatón. A polgármester úgy fogalmazott, az önkormányzat mindig is törekedett az esélyegyenlőség biztosítására Újpesten, de ennek a játszótérnek egy külön üzenete is van. Minden egyes új beruházásnál az előírásokon akár túlmenően is ügyelünk arra, hogy akár az akadálymentes megközelítés, akár a gyengéletek számára könnyedebb hozzáférés legyen. De ami nagyon fontos, és ennek a játszótérnek az üzenete az, hogy már gyerekkortól magunkba szívjuk, megtanuljuk azt, hogy együtt élünk, hogy esélyegyenlőséget biztosítunk a másik számára, hogy elfogadással fordulunk bárki felé is, gondoljon mást a világról, vagy pedig fogyatékossággal él. Én azt gondolom, hogy a legfőbb üzenete ez, és nagyon bízom benne, hogy ezzel a programmal a Szerencsejáték ZRT, illetve Újpest példát tud mutatni. Abban is bízom, hogy egyre több ilyen hely lesz, akár a fővárosban, akár az országban, akár Újpesten. A játszótér elemei, a kötélmászó felületekkel, kötélpihenőkkel és csúszdával kialakított vártorony, a kombinált homokozó, a fészekhinta, a rugós strandpapucs, a tengerparti hangulatot megidéző függőágy, vagy az akadálymentes meseház mind a kalózok színes világát elevenítik meg. A játékok kialakításuknak köszönhetően biztonságosan használhatók, így mozgásukban korlátozott személyek is bátran kipróbálhatják azokat.